Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve két napi horoszkóp, április 21 és április 22-e. Ha szeretnéd tudni azt, hogy melyik jegyben születtél az indiai számítás szerint, a videófelvétel alatt van egy tabella, ott utána nézhetsz. Az indiai számítás szerint a hold 21-én és 22-én a nyilas jegyében van, a tűz elemében. Ebben a jegyben van egy nyíl, és mutatja a mi galaxiánknak, a mi tejútunknak a központját. Spirituálisan itt vannak az álmok, a vágyak, a remények. Tehát megvan az irány. Ebbe az irányba kell tekinteni, ami téged most lelkesít, amiről álmodozol. Azt megvalósíthatod, hiszen a hold a Mula holdházban található. Ez a Mula holdház lefordítva gyökeret jelent, ahol le tudsz gyökerezni. Ez lehet a hivatás, a lakhely, vagy egy párkapcsolat. Ez a gyökér nem csak azt jelenti, hogy te szeretnél oda érkezni, ahogy te valamit tervezel, ahol le tudsz gyökerezni, le tudsz horgonyozni, hanem ez a gyökér utal a növényekre is. Tehát, ha most a napokban valamit elültetsz, az legyökerezik, és itt lesz növekedés, itt lesz termés. És most megtekintjük az egyes jegyeket. A kos jegye. Itt mozog Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó, és most vannak nálunk kos jegyében születetteknél kármikus témák. Ez lesz egy új irány, egy új életterület, amit meg kell ismernünk. Uránusz bolygó szintén itt mozog a kos jegyében az indiai számítás szerint. Uránusz bolygó hatása alatt szintén változások vannak, de lehet egy meglepetés is. Merkur bolygó szintén itt van a kos jegyében, ez jelenti a beszélgetéseket, a cselekvéseket, vagy bizonyos szerződéseket, ami előnyös lehet most számunkra. A nap a kos jegyében van, és utal a havi témára, mégpedig egy új kezdetre, ami lelkesít bennünket. A hold a nyilas jegyében van, és jó hatással van ránk, hiszen a nyilas jegye szintén a tűz eleméhez tartozik. Itt lesz egy jó ajánlat, egy új kezdet, valami lelkesíteni fog bennünket. Jupiter bolygó a közelben van, a szomszédos jegyben, a halak jegyében, és itt lehet egy szerencse, vagy egy jó ajánlat, ami a bírósági ügyeket, vagy egy olyan helyzetet érint, ami eddig igazságtalanságnak tűnt, ezt most lehet rendezni. Mars és Vénusz bolygó a vízöntő jegyében, a levegő elemében van, és a tűz eleme és a levegő eleme barátságban áll egymással, így ez jól hat ki a párkapcsolat területére. A bika jegye. A bika jegyében jelenleg nincs bolygó. Viszont Mars bolygó küld kívülről energiát a bika jegyébe. Ez lehet valami, ami erőt ad, vagy valaki, aki erősít téged. A Mars bolygó hatása alatt lehet az is, hogy egy férfi közeledik hozzád. Merkur bolygó ott van a szomszédban, a kos jegyében, ez jó hatással van a bika jegyére, tehát lesz egy jó hír, ami lelkesít.
Jupiter bolygó szintén segít, hiszen Jupiter bolygó a halak jegyében, a víz elemében van, és a víz eleme és a föld eleme barátságban áll egymással. Ugyanúgy, mint a természetben is érezhető, hiszen a földnek szüksége van esőre, tehát vízre. Mars és Vénusz bolygó a vízöntő jegyéből nincs jó hatással jelenleg a bika jegyére, ez kihat a szerelmi életre, tehát itt még kell egy kis türelem, mire javul a helyzet. A mai hold energia nyilas jegyéből, tehát a tűz eleméből olyan távolságban van a bika jegyéhez, hogy itt ez az energia bizonytalanságokat vált ki a bika jegyénél. Tegyem, vagy ne tegyem, valami lelkesíti a bika jegyét, de megvannak itt a bizonytalanságok, vagy az is lehet, hogy valaki közeledik, és nincs meg a hit, nincs meg a bizalom. Az ikrek jegye. Az ikrek jegyében jelenleg nincs bolygó. Viszont a hold szemben van. Itt tükröződik valami. Érzelmekről van szó, de lehet anyai téma is, hiszen a hold szimbolizálja az anyai érzelmeket, vagy az édesanyát. Itt lehet közelség, de az is fontos, hogy ne várakozz, hanem keresd a kapcsolatot. Vagy ha érzelmekről van szó, akkor mutasd ki az érzelmeidet, de ne túl sokat. Itt van egy arany szabály, ne túl sokat, ne túl keveset. Hiszen a hold szemben áll, ez jelenthet egy tükröt, tehát itt tükröződik valami, de ez olyan, mint a mérleg, itt mérlegelni kell a dolgokat. És itt érzelmekről van szó, vagy anyai témákról. Merkur bolygó az a kos jegyében van, ez jó hatással van az ikrek jegyére, mert az ikrek jegye az a levegő eleméhez tartozik, a kos jegye a tűz eleméhez tartozik, és a tűz és a levegő barátságban állnak egymással. Tehát jön egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. Ami a szerelmet illeti, itt szerencse van, hiszen Mars és Vénusz bolygó a vízöntő jegyében szintén a levegő elemében van, és a levegő az természetesen harmonizál egymással. Ami hátrányos, az a Jupiter energia a halak jegyéből, hiszen itt igazságtalanságokról van szó. Azon kívül Neptun bolygó, itt van a közelben, az jelentheti azt, hogy egy bírósági ügynél minden olyan átláthatatlan. A rák jegye. A rák jegyében nincs mozgás. Viszont Jupiter bolygó küld energiát a rák jegyébe, és ezek a lehetőségek, ami szerencsét hoznak, tehát figyelj oda rá, milyen ajánlatot kapsz most. Szaturnusz bolygó szintén energiát küld a rák jegyébe, tehát ha vannak elképzelések, akkor Szaturnusz bolygó segítsége által itt most kialakulhat valami. Ami a párkapcsolatot illeti, hiányzik a könnyűség. Tehát ne légy visszahúzódó vagy megsértődött, hanem keresd a kapcsolatot a társaddal, a társnőddel, és akkor így kialakul újra a kapcsolat, a harmónia. Jupiter bolygó a halak jegyéből segít, ha egy bírósági ügyről van szó, vagy arról, hogy eddig igazságtalanság ért téged. Tehát itt meg lesz a segítség. Azon kívül élheted az álmaidat, a vágyaidat, hiszen Neptun bolygó szintén a halak jegyében van, utalhat egy kreatív tevékenységre is. És a halak jegye a víz eleméhez tartozik, a rák jegye szintén a víz eleméhez tartozik, tehát itt megvan a harmónia.
Ami hátrányos, az a Merkur bolygó energiája, hiszen itt lehetnek viták, veszekedések, félreértések, egy szerződés aláírása előnytelen most a rák jegyében születetteknél. Ami a hold mozgását jelenti, a hold az kihat az érzelmekre, vagy szimbolizálja az anyukát, az anyai érzelmeket is. Itt ez a távolság a hold és a rák jegye között bizonytalanná teszi a rák jegyében születetteket. Tegyem vagy ne tegyem, mi lenne most fontos, hova kellene odafigyelni, tehát itt bizony. Az oroszlán jegye. Az oroszlán jegyében nincs bolygó. Viszont Mars és Vénusz szemben van a vízöntő jegyében. Ez olyan, mint egy tükör. Oda kell figyelni. Bele kell nézni ebbe a tükörbe. De ez jelenti azt is, hogy úgy tűnik, mint egy mérleg. Itt mérlegelni kell a dolgokat. Itt középen kell találkozni. És itt van mindig ez az arany szabály. Ne túl sokat, ne túl keveset. Így élik át a párkapcsolatot jelenleg az oroszlán jegyében születettek. Ami a kommunikációt illeti, itt várható egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés, mert Merkur bolygó a kos jegyében, a tűz elemében van, az oroszlán jegy szintén a tűz eleméhez tartozik, tehát itt megvan az egyhang. Ami egy bírósági ügyet jelent, vagy egy helyzetet, ami eddig igazságtalan volt, ez még mindig olyan bizonytalannak tűnik. A mai holdmozgás, illetve április 21-én és 22-én lesz ez a holdmozgás, a nyilas jegyéből jól hat ki az oroszlán jegyére, hiszen a nyilas jegye szintén a tűz eleméhez tartozik, és ebben a holtházban, ebben a mula holtházban, ahol gyökerekről van szó, itt az oroszlán jegyénél sikerül most valamit kiépíteni, ami gyökerezni, növekedni fog. A szűz jegye. A szűz jegyében most nincs mozgás, viszont Mars bolygó küld energiát kívülről. Ez azt jelenti, hogy valami vagy valaki erőt ad számodra, vagy lesz egy közeledés, egy férfi közeledik hozzád. Jupiter bolygó szintén energiát küld a szűz jegyébe, ez lehet egy bírósági ügy, vagy egy bizonyos helyzet, ami eddig igazságtalannak tűnt, itt tükröződik valami, oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Ami a párkapcsolatot illeti, ne légy visszahúzódó, keresd a kapcsolatot a társnőddel vagy a társaddal, legyen meg a beszélgetés, figyelj oda arra is, hogy mit közöl ő veled, hiszen itt kommunikációról van szó, és a szerelemről, ami jelenleg még elbizonytalanít téged. A hold nincs most jó hatással a szűz jegyére. A szűz jegyében születettek most úgy érzik, hogy elveszítik a talajt a lábuk alól. Nincs meg a biztonság érzete. Kell egy kis türelem, mire javul a helyzet, és rendeződnek a dolgok. A mérleg jegye. A mérleg jegyében mozog Kétu, a lefele mozgó kármikus csomó, és utal az érzelmekre, utal a múltra, kármikus témákra. Merkur bolygó szemben van a kos jegyében, itt tükröződik valami, itt ki kell egyensúlyozni valamit, és itt kommunikációról van szó. Ami a párkapcsolatot illeti, a szerencsét hoz, hiszen Mars bolygó és Vénusz bolygó a vízöntő jegyében, a levegő elemében van, és a mérleg jegye szintén a levegő eleme.
és itt megvan a harmónia. A hold mozgása a nyilas jegyéből szintén segít, hiszen a nyilas jegye az a tűz eleme, a mérleg jegye az a levegő eleme, és a tűz eleme és a levegő eleme barátságban áll egymással. Tehát jól hat ki ez az energia a szerelemre, lesz egy jó hír, oda kell figyelni erre, és a hold jó hatással van a mérleg jegyére. Ez egy olyan megnyugtató érzés. A mérleg jegye. A mérleg jegyében mozog Kétu, a lefele mozgó kármikus csomó. Itt maradt körülbelül 18 hónapon keresztül. Aktivál kármikus témákat. Kétunál érzelmekről van szó, és a múltról. Itt lesznek emlékek. Merkur bolygó a kos jegyében mozog, és az szemben áll. Ez olyan, mint egy tükör, itt tükröződik valami. És bele kellene nézni ebbe a tükörbe, hiszen ez a beszélgetés, a kommunikáció most fontos lehet számodra. De ez úgy hat néha, mint egy mérleg. Itt mérlegelni kell a dolgokat, és van egy középút, egy aranyút, és ez azt jelenti, itt van egy arany szabály, ne túl sokat, ne túl keveset. Közölj valamit másokkal, de ne túl sokat. Figyelj oda mások, mit közölnek veled, hiszen ez lehet egy fontos beszélgetés. Mars bolygó és Vénusz bolygó a szerelem bolygója. Mars bolygó utal a férfias energiára, Vénusz bolygó utal a nőies energiára, mindkettő találkozik a vízöntő jegyében, itt szerelemről van szó. Mivel a vízöntő jegye a levegő eleméhez tartozik, ugyanúgy, mint a mérleg jegye, itt megvan a harmónia. A hold a nyilas jegyéből jól hat ki a mérleg jegyére, ez befolyásolja az érzelmeket, vagy kisebb változásokat, és azért van ez a jó kapcsolat, mert a nyilas jegye a tűz eleméhez tartozik, a mérleg jegye a levegő eleméhez tartozik, és a tűz eleme között, és a levegő eleme között megvan ez a barátság, ez a jó hatás. A szkorpión jegye. A szkorpión jegyében jelenleg nincs bolygó, de Jupiter bolygó küld energiát kívülről a szkorpión jegyébe. Ez lehet szerencse, vagy jó lehetőségek, vagy hogy megkapod az igazságot. Ami a kommunikációt illeti, mások más véleményen vannak, de ez lehet egy érdekes kapcsolat, egy érdekes beszélgetés. Ami a szerelmi ügyeket illeti, ne légy várakozó, visszahúzódó, keresd a kapcsolatot, és ezáltal meg lesz a könnyűség. A hold a szomszédos jegyben, a nyilas jegyében van az indiai számítás szerint, és ez jó hatással van, hiszen a nyilas jegye küld egy kis tüzet, egy kis melegséget a szkorpión jegyébe. A nyilas jegye. A nyilas jegyében van most a hold, és ez aktiválja az érzelmeket. Kihat mindenkire, de itt a nyilas jegyében születetteknél ez intenzívebb. Itt lehetnek kisebb változások, vagy valami történik, ami kihat az érzelmeidre, és szerencse van a párkapcsolatot illetően, hiszen Mars és Vénusz a vízöntő jegyében, a levegő elemében van, a nyilas jegye az a tűz eleme, és a levegő eleme és a tűz eleme barátságban áll egymással, tehát egy jó hatás
ami kihat az érzelmekre, a szerelemre, egy jó hír várható, vagy szép beszélgetések, hiszen Merkur bolygó a kos jegyében, a tűz elemében van, és az jó hatással van a nyilas jegyére, hiszen a nyilas jegye szintén a tűz eleméhez tartozik. A bak jegye. A bak jegyében van Plútó, és az utal a belső erőnkre, a hitünkre, hogy higgyünk magunkban, vagy higgyünk abban, amit elérni szeretnénk. Plútó bolygó uralkodik a szexuális témák felett is. Szaturnusz bolygó itt van a bak jegyében, de a határon. Az lehet, hogy így érzik most magukat a bak jegyében születettek, hogy most elérkeznek a határig, és nem tudják azt, hogyan tovább. A hold jó hatással van a bak jegyére, hiszen ott van a szomszédban, küld egy kis meleget, vagy valamit, ami lelkesíti a bak jegyében születetteket. Mars és Vénusz bolygó szintén a szomszédban van a vízöntő jegyében, tehát segíteni tud, és küld egy kis levegőt, hogy a bak jegyében születettek végre fellélegezhetnek, és van egy kis könnyűség, különösen ami a párkapcsolatot illeti. Jupiter bolygó és Neptun bolygó segíteni tud, hiszen mindkettő a halak jegyében van a víz elemében, és a víz eleme és a föld eleme barátságban áll. Ez lehet egy bírósági ügy, vagy egy jó ajánlat, élheted az álmaidat, a kreatív tevékenységet. Ami előnytelen a bak jegyében születetteknél, az a Merkur mozgás, hiszen itt vannak viták, vagy nézeteltérések, egy szerződés aláírása előnytelen lenne. Tehát kell egy kis türelem, amíg Merkur bolygó át kell a bika jegyébe. A vízöntő jegye. Itt mozog Mars bolygó és Vénusz bolygó. Mindkettő a szerelem bolygója. Mars bolygó utal a férfias energiára, Vénusz bolygó a nőies energiára. Itt ez áll a középpontban. Hamarosan ide érkezik Szaturnusz bolygó, és akkor lesznek itt komoly változások. Jupiter bolygó és Neptun bolygó a szomszédban van, a halak jegyében, tehát tud segíteni, itt álmokról, vágyakról van szó, vagy egy kreatív tevékenységről, itt megvan a szerencse, egy jó ajánlat, egy bírósági ügynél, valami még átláthatatlan, de rendeződnek a dolgok. És ami a kommunikációt illeti, ez is előnyös, hiszen Merkur bolygó a kos jegyében van, a tűz elemében, és a vízöntő jegye, a levegő eleme barátságban állnak egymással, tehát jó hatással van a vízöntő jegyére. Ez lehet egy jó hír, szép beszélgetések, vagy egy előnyös szerződés. A halak jegye. A halak jegyében található Neptun bolygó és Jupiter bolygó. Mindkettő uralkodik a halak jegye felett, tehát mindkettő otthon érzi magát. Ez jó hatással van most a halak jegyére. Neptun bolygó az utal az álmokra, a vágyakra, és jelenti az intuíciót, az inspirációt, és Jupiter bolygó szerencsét hoz, adja a lehetőségeket. Merkur bolygó a közelben van, a szomszédos jegyben, a kos jegyében. Ez egy jó kapcsolat, jó beszélgetés. Itt a tűz eleméről van szó, tehát valami lelkesít téged ezek után, a beszélgetések után. Mars bolygó és Vénusz bolygó kihat a szerelemre, szintén a közelben van, a szomszédos jegyben, a vízöntő jegyében, és itt kapsz egy kis levegőt.
Ez utal a szabadság érzetére, végre fel tudsz lélegezni, de jelenti a könnyűséget, a kommunikációt is, kihat a párkapcsolatodra. A hold a nyilas jegyéből nincs most jó hatással a halak jegyére. Ez lehet, hogy valami miatt bizonytalan vagy, félelmek vannak, valami zavar, vagy valaki zavar téged. Ezek lehetnek külső hatások, hogy valaki vádol téged valami miatt, és emiatt vannak most kihívások. De ez hamarosan elmúlik. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!